Sziasztok! Ebben a videóban a Vimmo Extreme 2 darztábla állványt fogom összeszerelni és bemutatni. Az állványt a Game Center-től kaptam. A videó alatt lévő leírásban a linkre kattintva tudjátok a terméket megrendelni. Az állvány egy körbepántolt kartondobozban érkezik. A doboz felbontása után a fontosabb alkatrészek buborékfóliába vannak csomagolva. Ha minden alkatrészt kiszedünk az acskóból, akkor láthatjuk magát az állványt, egy szürke csövet, aminek segítségével majd a magasságot szabályozzuk, a T-alakú darztábla felfogatót, a kiegészítő tartók és tálcát, a csavarokat, és végezetül az opcionális, falhoz kitámasztó teleszkópos rudat. Az összeszerelésnél kismértékben eltérek az útmutatótól a videófelvétel miatt. Először az állvány piros gyorsbilincsét kilazítjuk. Majd kinyitjuk az állványt. Visszazárjuk a bilincset. Az állvány tetején is van egy bilincs. Ide bele kell tolni a szürke rudat, amivel majd a magasságot fogjuk beállítani. Itt is visszazárjuk a bilincset. A szürke rúd tetejére pedig felrakjuk a tábla felfogató szerelvényt. Itt fontos, hogy ütközésig toljuk bele a szürke rúdba. Ezt is lefixáljuk. A T-vason van három furat. A középső furatnál beállítjuk a 173 cm-es magasságot. Most felszereljük a kis tartótálcát. A hozzákapott csavarok és imbuszkult segítségével tudjuk ezt felfogatni. Felváltva szépen becsavarjuk mindkét csavart. Most jön az a rész, ami nincs benne a felszerelési útmutatóban. A 20-as szektor közepét feljelölöm úgy, hogy a szemgyűrűt előzetesen leszereltem. Ezt a jelölést átjelölöm a hátlapra és húzok egy vonalat a tábla közepéig. Egy derékszög segítségével feljelölöm a vízintes vonalakat. Visszarakom a T-vasat, és bejelölöm a másik két csavar helyét. Előfúrom 2,5 mm-es fúróval mindkét csavar helyét. Újra visszakerül a tábla felfogató T-idom, amit most már fel tudok csavarozni a táblára. Ezt a procedúrát nem kell végigcsinálni, ha van segítség, ebben az esetben a középső csavar segítségével felrakjuk a táblát, egyenesbe állítjuk, majd megkérjük a segítőt, hogy fogja meg a táblát, hogy ne tudjon az elfordulni, mi pedig fel tudjuk rakni a két szélső csavart. Összeszerelés után így néz ki a teljesen összeszerelt állvány a táblával és falvédővel. Az opcionális alkatrész a teleszkópos rúd, amit először az állványhoz rögzítünk. Majd a falhoz toljuk, és a lefixáló csavart meghúzzuk. Így néz ki az állvány hátulról. Dobálok kicsit a táblára, amiből látszik, hogy milyen kilengése van az állványnak. Egyáltalán nem zavaró, nagyon apró mozgása van a nyilak becsapódásakor. Ha a tábla szélére dobálunk, akkor egy picit nagyobb a kimozgás, de ez is minimális. Lemértem a dobások hangerejét.
Az első mérésnél a tábla zálványon volt, és a kitámasztó neki volt feszítve a falnak. A második mérésnél nem használtam a kitámasztót. A harmadik mérésnél pedig a tábla fel volt szerelve a falra, itt nem használtam az állványt. A mérésből az látszik, hogy a kitámasztó nélkül lényegesen halkabb a tábla. Erre az a magyarázat, hogy a fal nem veszi át a rezgéseket. Ez volt a Winmow Extreme 2 DARC tábla állvány bemutató. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert hamarosan újabb videóval jelentkezem. Sziasztok!